Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai esténken. Szeretettel köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikó pszichológus beszélgető társaimat, és Röder Judit munkatársunkat, aki a DVD-ket árulja, és mindenkit nagy szeretettel a ma estén. Hát egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma este is együtt gondolkodni, beszélgetni, a családi határokról. Tudnilik, mindaz, amit ma este el fogunk mondani, az arról szól, hogy a család az nem egy katyvasz, ahol együtt vannak az emberek, hanem vannak benne határok. Befelé is, meg kifelé is, és amiket el fogunk mondani, azt rémizgalmas, át lehet ültetni a szerzetes rendekre, a szerzetes közösségekre is, meg a baráti közösségekre is egy kicsit, a munkahelyi közösségekre is egy kicsit. Szóval rémizgalmas, hogy ezekről fogunk beszélni, a határvonalakról, amelyek megtartanak és átengedőnek kell lenni, de hát elsősorban mi a családról beszélünk. A család ugye azt jelenti, hogy közös értékek alapján szeretjük egymást, és megyünk együtt az üdvösség felé. Közös értékek kötnek össze minket, és egy fő célunk van, hogy együtt, egymás mellett üdvözüljünk. Ez egy szabad szövetség, ami azt jelenti, hogy belevisszük önmagunkat, a magunk kincseit, a magunk egyéniségét, meg a magunk hibáit és bűnét is ebbe a családba, ebbe a kapcsolatba. Úton van, ez egy élő közösség. A morálteológia azt mondja, hogy létezik ilyen, hogy ordo caritatis, ami azt jelenti, hogy a szeretetnek van egy rendje. Ez ma este nagyon fontos lesz, hogy a szeretet az nem egyszerűen jámboran jót akar, hanem a szeretet intelligens, van rendje. A rend azt jelenti, hogy vannak határok, mindenki tudja a helyét, működik a dolog, a rend ezt jelenti, és ahol ez a rend megsérül, hát ott lesz a családnak sok-sok nehézsége. A családterápiás szemlélet megjelenése óta a pszichológia családot rendszernek tekinti, tehát nem csupán egy kis csoportnak, hanem egy rendszernek. Mitől válik egy csoport rendszerré? Egyrészt van egy közös identitástudata, egy mi tudata a családtagoknak, és egy nagyon-nagyon átható érzelmi egységben élnek. És ezek az érzelmek több generáción keresztül kötik a családtagokat egymáshoz, de oly módon, hogy kölcsön hatásban vannak a családtagok. Tehát ha a család egyik végén valamelyik személynél valami probléma merül fel, akkor azt a problémát megérzik a többi családtag is. Tehát ez a kölcsönhatás nagyon fontos a rendszer szemlélet szempontjából. És hát van még a rendszernek egy fontos jellemzője, hogy szabályok irányítják a működését. Nyilván még elmondhatnánk több jellegzetességet, de ezek a legfontosabbak, amelyek a családot rendszerré teszik. Ami nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kérdés, hogy ennek a rendszernek a működését két fő folyamat irányítja, és hogyha megnézzük, ez a két fő folyamat ellentétes irányú, tehát polaritásokban fejeződik ki. Márpedig egyrészt van a család tagok között egy nagyon szoros összetartozás, de ugyanakkor egy elkülönülés is. Tehát úgy tartoznak össze, hogy az egyéniségüket, önálló személyiségüket megtartják. A másik fő folyamat, amely irányítja a család működését, az állandóság és változás kettőssége. A családnak úgy kell minden pillanatban változnia, hogy közben a saját állandóságát megtartja. Ahogy ha látjuk, akkor ezek valóban ellentétes folyamatok, szinte egy paradoxon, vagy azt mondanánk, hogy két paradoxon szorításában kell a családnak élnie, és akkor fog jól működni a család, ha megoldja ezt a problémát. Paradoxon, mondja a pszichológus, érthetetlen folyamatok, két véglet, nagyon nehéz egyensúlyozni, össze is tartozunk, egyek is vagyunk, de külön is vagyunk. Nekünk keresztényeknek ez annyira nem idegen, amit a pszichológia mond, mert mi ezt már rég megtanultuk, hallottuk, és amióta élünk, ezen töprengünk, tudnélik a Szent Háromság misztériumáról van szó. Minket erre a nagyistenünk gyermekkorunktól nevel, hogy az Isten valahogy egy, és valahogy három. Paradoxon, mondhatjuk. Az oroszok úgy mondják antinómia, nem lehet teljesen érteni ezt a két végletet, hogy egyek és mégis hármak. Mi ehhez hozzászoktunk, és a nagyistenünk ehhez szoktatja a gondolkodás módunkat, hogyha ilyet találunk a családba, akkor ne ijedjünk meg. Akkor nem kell ezt túl dramatizálni, nem rossz a mi családunk és a mi szeretetünk, a mi házasságunk, lehet, hogy csak szent háromságos.
És azokat a folyamatokat tudjuk megtapintani, amit a Szent Háromságban is sejtünk. Pilinszkinek van ez a két soros verse, ugye ismeri mindenki, az ágy közös, a párna nem. A családban erről van szó, az ágy közös, a Szent Háromság egy Isten, a párna nem, a személyek mégsem tűnnek el, és nem olvadnak föl, megmarad az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az ágy közös, a párna nem. És nézzük meg egy kicsit bővebben, hogy erről az összetartozás elkülönülés dimenziójáról mit mond még a pszichológia. Egy Olson nevű szerző ezt úgy fogalmazza meg, hogy hát itt két dimenzióról van szó tulajdonképpen, amiben az első dimenziót ő kohéziónak hívja, tehát ezt az összetartozás elkülönülést ő kohézióként fogalmazza meg. Mit jelent ez az ő elméletében? Tehát azt mondja, hogy itt az érzelmi kötődésnek a fokáról van szó tulajdonképpen, ami hát miben nyilvánul meg, tehát a hétköznapokban miben csíphetjük ezt fülön. Például abban, hogy mennyi időt töltenek együtt a családtagok. Akkor, hogy ez az együtt töltött idő, ez hogyan néz ki, hogy amikor beszélgetnek egymással, akkor felszínes dolgokról beszélgetnek, vagy pedig hát ilyen mély, személyes, egészen akár intim, tehát tényleg belsőséges témákról kialakuló beszélgetések vannak itt. Gyakorlatilag így nézhetjük meg azt, hogy ennek a dimenziónak a két végpontja között hol helyezkedik el egy család, tehát a kohézió szempontjából. Ugyanez a szerző azt is nézi, tehát hogy ez a két dimenzió, amiből a kohézió az egyik dimenzió, ennek lehetségesek a két végpontján helyet foglalni, és itt például a kohézió szempontjából a két véglet, vagy két extrém szélső pont lehet az, hogyha egy család szétesett, illetve hogyha egy család összeolvadó. A szétesett családot azt elszakadó családnak is nevezi, nagyon sokszor a szakirodalom. Itt azt találjuk, vagy egy ilyen nagyon szélsőségesen elszakadó, vagy szétesett családot, hát úgy jellemezhetnénk, hogy tulajdonképpen egymás mellett élnek, tehát igazándiból nem nagyon vesznek egymásról tudomást, ugye az érzelmi kötődésnek a foka nagyon alacsony. Nagyon gyenge az összetartozásnak az érzése, tehát nincsen egy ilyen mi tudat, hogy mi egyek vagyunk. Alacsony a lojalitás. És hát éppen ezért érzelmi biztonságot sem nagyon ad egy ilyen család. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy hát mivel nagyon nagy az igény mindannyiunkban arra, hogy tartozzunk valahova, hogy legyen egy olyan csoport, ahol érzelmi biztonságot találhatunk, olyan kapcsolatok, ahol megélhetjük ezt az érzelmi mélységet, ezért ezt az érzelmi biztonságot máshol, más közösségekben fogja keresni minden egyes családtag. Ez aztán lehet, hogy a felnőttek szintjén úgy nyilvánul meg, hogy mondjuk a munkahelyen találja meg inkább az otthonát, vagy ott érzi magát inkább otthonosabban, vagy az egyházban kezden inkább erősebb vagy határozott szerepet betölteni valaki. A gyerekek esetében pedig azt láthatjuk, hogy ilyenkor van az, hogy egy-egy szétesett családból fog valaki mondjuk egy szektához csatlakozni, vagy egy galerihez, vagy bandához, ahol mind ezt a fajta érzelmi biztonságot, vagy hát kapcsolódást keresi. Tehát érzelmileg azt a végletet látjuk, ahol ezek egymás mellett élnek, de úgy érzelmileg ezt nem fejezik ki egymás felé. Nincsenek meg ezek az intim idők, intim beszélgetések. Beszélhetünk magunkról, nem másokról, a magunk házasságáról, a magunk szerzetesi közösségéről, a magunk munkahelyéről. Egymás mellett élünk, és vajon vannak-e ilyen mély beszélgetések, ilyen intim együttlétek, amelyek megerősítik, hogy ne essünk ebbe a végletbe. Magunkról beszélünk, és bizony mi keresztények ehhez a véglethez, hogy mi rendes család élünk egymás mellett, tudunk egy keresztény ideológiát találni, és nekem ezt kell kalapáccsal helyre tennem, amikor van egy ilyen ideológia, hogy mindenkit szeretni kell. És a keresztény ember képes arra, hogy a saját családjának hátat fordít, és mindenkinek mindene, a saját családjából pedig kilopja önmagát. Kilopja a legjobb erőit, Demmer mindig így mondja. Ezt büntetlenül hosszú távon nem lehet. Tehát a szeretetnek van egy rendje, mindig erről beszélünk. A szeretet rendje azt jelenti, hogy a házasságot kötöttél, ha gyermekeid vannak, a szeretet rendje azt jelenti, hogy ők az elsők. És érdekes Teréz anyának egy intelme, amikor ugye betegeket ápoltak, és voltak nővérek, akik szerettek volna örökbe fogadni árva gyermekeket ott Kalkuttában, és azt mondta Teréz anya, hogy nem lehet. Mert akkor ahhoz te már jobban kötődsz. A te dolgod nem az, hogy te egy-egy gyereket örökbe fogadj, hanem amennyire lehet mindenkit szeres. Na most, akinek családja van, arra ez fordítva vonatkozik, hogy a sajátra sokkal jobban oda kell figyelni. Szóval a nagy keresztény ideológia nevében nehogy mindenkinek mindene legyünk, és pont a mi gyermekeink legyenek neveletlenek, pont a mi házasságunk ürüljön ki, és megyünk mindenféle mozgalomba, egyházi mozgalomba is,
a mi házasságunkban, családunkban pedig kevés a kohézió. Van egy másik véglet is, és nézzük meg ezt a végletet. Az úgynevezett összeolvadó vagy összemosódó családokról beszélünk most, akik érzelmileg totális függésben élnek, tehát nyilván a másik véglet, és mivel annyira közel vannak egymáshoz, és annyira reagálnak érzelmileg egymásra, ettől eléggé viharos lesz a családi élet, ugyanis hát, hogyha egy valakinek egy picit rossz kedve van, akkor magával rántja az egész csapatot, és akkor mindenkinek rossz kedve lesz, tehát egyfajta érzelmi hullámvasútban élnek, ez már egy tünete ennek a nagyon erős kohéziónak, az összeolvadásnak. Aztán ezek a családok őrült lojalitásban vannak, ami nagyon jó egyébként, csak egy picit el is zárkóznak a külvilágtól, a külvilággal szemben próbálják magukat meghatározni. Úgy mondanám, hogy érzelmileg füllett légkörben élnek. Mivel annyira függnek egymástól, és annyira lojálisak egymáshoz, elakad az egyéniségek fejlődése. Ez elsősorban a gyerekeket érinti. A gyerekeknek előbb-utóbb el kell hagyniuk a családot, önálló felnőtté kell válniuk. Az ilyen családokban nagyon nehéz felnőni. És két lehetséges útja lehet egy ilyen családban élő gyereknek, vagy benne ragad a családban, és valóban valahol nem válik független felnőtté, vagy pedig egy nagyon durva töréssel, egy robbanással kell kiszakadnia onnan. És akkor ilyen példákat hozhatnánk, hogy akkor egy gyerek elköltözik a világ másik felére, és ott fog élni, vagy olyan haragba lesznek, hogy évekig nem beszélnek egymással. Ez is csak látszólagos megoldás persze, mert az eltávolodás és a harag minden látszat ellenére ugyanúgy erősíti az érzelmi kötést, hiszen egymással vannak elfoglalva, tehát a haragban is függnek egymástól. És még idején azt hozzátenném, hogy nem csak kilépni nehéz egy ilyen családból, hanem befele is nehéz egy ilyen családba, belépni is nehéz. Ezek azok a családok, ahova gyakorlatilag lehetetlen beházasodni, mert hogy ugye ők annyira összetartanak, hogy egy idegen az nagyon idegen maradott. Tehát még lehet, hogy átmenetileg mondjuk megtűrik a fiúnak vagy lánynak a házastársát, de azért mindig éreztetik vele, hogy te csak egy külső vagy, egy jöttment vagy, és hát az a házasság aztán ilyen szempontból valameddig tart esetleg, sokat kell nyelnie annak, aki oda beházasodott, és hát nagyon sok esetben egy idő után ki is veti magából ez a nagyon összetartó család az újonnan érkezett családtagot. Ehhez is tudunk találni keresztény ideológiát, hogy mi ilyen nagyon füllett család vagyunk, egymásra rátelepszünk érzelmileg. Ezt is meg tudjuk magyarázni, mégpedig úgy mondta nekem egy ember, atya, mi azzal szeretjük egymást, nálunk az a szeretet, hogy nincs vita, nincs külön út. Nálunk ez a szeretet. Kérem, ez nem szeretet, és ezt ne ideologizáljuk meg. A szeretetnek rendje van. A Szent Háromság személyeinél sem azt látjuk, hogy teljesen összeolvadnak, hanem megmarad az Atya, a Fiú és a Lélek. Nekünk sem kell ezt a családban, a házasságunkban erőltetni. És azt is látjuk, hogy a házasságok felé van egy ilyen illuzórikus elvárás, hogy majd én ott teljesen egyé olvadok a házastársammal, és ott teljesen egyek leszünk, mindig egyet gondolunk, és mindig egyet csinálunk. Hát idősebb házasok már mosolyognak ezen. Volt egy házas párom, beszéltem nekik erről, hogy nem kell összeolvadni, mert az illúzió, ne is várd el, mert utána lecseréled a Bélát, és azt hiszed, a Pistával sikerül, vele se fog sikerülni. Beszéltem erről házasoknak, és akkor olyan felszabadultam, mondta az egyik mennyasszonyom, hogy jaj, ő ennek úgy örül, úgy utána járni hajnali 5-kor horgászni a párjával. Mondom, drágám, azt utálom a szúnyogokat, a hideget, korán kelni, mert azt hitték, hogy innentől mindig mindent együtt csinálni, együtt gondolni. Na, szóval ilyen nincs, és ez felszabadulás tud lenni, hogy nem cél, mert ez illúzió, nem cél. Nyilván nem csak egy családban, egy szerzetes rendben, egy munkahelyi közösségben, sehol sem. Az ágy közös, a párna nem. Három nyilat látunk, a két szélsőséget látjuk először, ugye, amelyek egymás mellett mennek, mikor házasságot kötnek, meg megszületnek a gyerekek, egymás mellett mennek párhuzamosan. Egymás mellett. A másik az, amelyek össze akarnak olvadni, és fülletten, és olykor erőszakosan egymást összetartják. A harmadik a jó, tehát összefonódva alkalmanként nagyon összetalálkozunk, egy kicsit olykor eltávolodunk egymástól, de mégiscsak egy irányba megyünk, és alkalmanként vannak kegyelmi órák, szidérikus órák, tehát amikor a csillagállás nagyon kedves, és úgy mindenki egy hullámhosszon van, ezek ilyen tényleg kegyelmi időszakok, de ez a jó ábra, ez a harmadik, hogy együtt haladunk, de nem akarunk összeolvadni. A megoldás az a kohézió dimenziójában is valahol az arany középútnál rejlik.
Azt mondja a családpszichológia, hogy ebből a szempontból a jól működő, kiegyensúlyozott, boldog családok, azok úgy írhatóak le, hogy a kohéziónak egy közepes mértéke jellemző rájuk, vagyis tudnak egymáshoz kapcsolódni, jellemzőek rájuk a stabil érzelmi kapcsolatok, de ugyanakkor lehet egyénnek is lenni, tehát lehet egy kicsit függetlenedni is a családtól. Most ez a mindennapokban hogyan valósul meg? Például nagyon sok időt töltenek együtt, tehát van egy csomó közös időtöltés, együtt mennek nyaralni, és így tovább, de ugyanakkor megengedett az is, hogy kinek-kinek legyen saját hobbija is, például, hogy elmenjen egyedül horgászni adott esetben, vagy a feleség pedig elmehessen egy kicsit a barátnőjével beszélgetni. Vagy abban is megnyilvánulhat, hogy vannak közös barátok, tehát van, amiben osztoznak a családnak közös barátai, de ugyanakkor lehetnek kinek-kinek saját egyéni, különbejáratú barátai is. Aztán jellemző az is ezekre a kiegyensúlyozott családokra, hogy egy-egy családtagnak az érzelmi állapotát nem feltétlenül veszik át. Tehát attól még, hogy valaki feszült, ideges, mert a munkahelyén mondjuk olyan feladatok vannak, attól még nem kell mindenkinek feszültnek és idegesnek lennie otthon. Lehetek én nyugodtan kiegyensúlyozott ezzel együtt. A sünitől azért kell tanulnunk, mert hölgyek, urak, mindenki süni. Nem csak a rendőrök, sűn, mindenki sűn. Az azt jelenti, hogy mindenkinek van, ott látjuk ott középen a kis hasukat, mindenkinek van olyan oldala, ahol melegséget áraszt magából, és mindenkinek vannak tövisei, mindenkinek. A süniktől azt kell megtanulnunk, hogy a sündisznó család, ha jól akar élni, meg kell találniuk azt az optimális távolságot, ahol egymást melegítik még, és ahol nem szúrják meg egymást. Ha túl távol vannak egymástól, fáznak, egyedül maradnak, ha túl közel mennek egymáshoz, agyon szúrják egymást. A családban ez a játék folyamatosan, hogy meddig tartjuk egymásban a meleget, és hol szúrunk már. Én úgy gondolom, elég feszült most mindenki. A magánéletében, a családjában, a munkahelyén, a pénzvilágában, a hitünk is állandó küzdelem. Fontos az, hogy hagyjunk levegőt egy kicsit a másiknak. Lenni. Levegőt, nem megfojtani, hanem levegő, egy kicsit önállóan saját élete, de azért ne engedjük el nagyon a kezét, hanem maradjunk mégiscsak közösség. Szóval a sünitől van mit tanulnunk mindegyikünknek. És most nézzük meg a családi rendszer működését meghatározó másik dimenziót, amely ugye az állandóság és a változás egyensúlyát teremti meg, és ez a rugalmasság vagy alkalmazkodó képesség dimenziója. Mit jelent ez? Igazándiból minden családban vannak szabályok, vannak szokások, vannak bizonyos helyzetekre forgatókönyvek, van egy vezetés, amely megoszlik általában a felnőttek között, vagy nem oszlik meg. Tehát tulajdonképpen a családi rendszer működtetését meghatározó szabályok merevségéről, vagy pedig változtathatóságáról van itt szó. A cél igazándiból az lenne, hogy úgy őrizze meg a család önmagát, a maga állandóságát, hogy közben alkalmazkodik az állandóan változó körülményekhez. Itt is, ebből a szempontból is Olzonik megkülönböztetik a két szélsőséget. Itt az egyik szélsőség az alkalmazkodó képesség szempontjából az a túlzottan merev családok. Most mi jellemzi ezeket a túlzottan merev családokat? A szabályok kőbe vésettek, tehát nem lehet rajtuk változtatni. Aztán nagyon erős kontrollt gyakorolnak, hát nyilván mindkét szülő, vagy az a szülő, aki az autoritást képviseli. Most a szerepek nagyon-nagyon pontosan előírtak, és ezeken nem lehet változtatni, tehát a családi szerepeken, a feladatok kiosztásán. Hogyan nyilvánul ez meg a gyakorlatban? Például, amikor a gyerekek kicsik, akkor kialakul egy olyan szabály, mondjuk, hogy este 8-ra ágyban kell lenni. És este 8-ra ágyban kell lenni, ez egy kőbevésett szabályá válik, és hiába nőnek közben a gyerekek, telik múlik az idő, a gyerekek már 15-16-17 évesek, a szabályon nem lehet változtatni, és este 8-kor ágyban kell lenni. Tehát valahogy a fejlődést gúzsba kötik ezek a szabályok. Vagy a másik ilyen, amit nagyon gyakran látunk családi ünnepek, vagy hát akár vallási ünnepeknek a megünneplésekor is, hogy mondjuk a karácsonyra megvan a szabályrendszer, hogy a karácsonyt az csak így és így és így lehet ünnepelni, tehát mondjuk csak hal lehet az asztalon, vagy csak pulykát ehetünk. Nem érdekes, hogy a család fele az mondjuk nem szereti a halat, vagy a pulykát, a karácsony az attól karácsony, hogy mi halat eszünk, vagy pulykát eszünk. Vagy a karácsonyfának mondjuk másfél méteres fenyőnek kell lennie, és hogyha nem akkora, akkor, és akkor itt jön az, hogy ugye mivel a szabályt nem lehet felülírni, vagy ezeket a megszokottságokat nem lehet felülírni, ezért az egész az érvénytelen lesz, rossz lesz, mindenki kiborul, és ugye a karácsony pontosan, hogy a stressznek a forrásává válik, mert hogy a dolgokat azokat csak úgy lehet megcsinálni, és hogyha nem úgy vannak megcsinálva a dolgok, akkor az egész az érvénytelen.
Ebből is látszik, megint még egy példa, hogy hiába vannak külső körülmények, amihez muszáj alkalmazkodni, tehát hogyha nem lehetett mondjuk pulykát kapni, akkor muszáj a karácsony pulyka nélkül ünnepelni. Abban az esetben, hogyha túlságosan merev szabályrendszerrel és alkalmazkodó képtelenséggel rendelkezik ez az adott család, akkor nem fog tudni haladni az élettel, nem fog tudni a fejlődéshez, a körülményeknek a kihívásaihoz alkalmazkodni.